Itt vagyunk a Szombatesti Láz Szánc parkettjén, és itt emeltem Györfi Pál és Prager Kitti. Hát te már azért eltáncoltad magad Gönczi Gáborral, sőt egy másik szériában is voltál, most csalódott, vagy hiszen mondjuk mosolyogsz, tehát akkor nem. Miért lennék csalódott? Három remek produkcióval tudtunk kiállni a színpadra, és én büszke vagyok a Palira, hogy ideig kibírta mellettem, mert azért, ahogy hallottuk, és ahogy mindenki hallhatta, én kemény tánctanár vagyok, és nálam nincsen semmiféle lustaság, sírás, rívás, fájdalom, meg egyéb dolgok, úgyhogy komoly, komoly, kemény ember áll mellettem. Most te, mint az ország kedvenc szóvivője, a kedvenc táncos szóvivője, mit szóltál ehhez az UFO tangóhoz? A zsűri véleménynyilvánítási szabadságát abszolút tiszteletben tartom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki ezt a produkciót mondjuk az én szememmel nézte, az ugye nyilván én voltam. És én azt láttam, hogy Kitti igyekezett a maximumot kihozni, ugye neki egy kompromisszumot kellett kötnie, kapott egy zeneanyagot, és kapott egy élő embert, akinek vannak bizonyos határai, és a mozgás tehetségének is vannak határai, és ebből igyekezett összegyúrni a maximumot. Úgyhogy le a kalappal előtte, még akkor is, hogyha ez mondjuk egy kicsit formabontó tangó volt, vagy nehéz összehasonlítani a többiek szenvedélyes tangójával, és amiben viszont tényleg nagyon sokat kell fejlődnöm, vagy még ezután is, most függetlenül a tánctól, az az érzelmek kimutatása a mimikán keresztül, ami azért szerencsére a magánéletben azért működik, csak azért itt a nyilvánosság előtt kevésbé, és ennek valószínűleg az az oka, hogy ezért én általában mindig ugyanazt a szerepet látom el, ugye komoly mentőszóvivőként állok ki a közönség elé, és úgy látszik, hogy még mindig nem tudtam függetleníteni magam ettől, és az arcom automatikusan fölveszi azt, ami egyébként a mindennapokban szükséges, úgyhogy ez lehetett az ok. És hogyha már ezt említed, mit szólnak a kollégáid, vagy mit szóltak a kollégáid az eddigi teljesítményhez? Mi itt jókat szórakozunk, csak hogy a kollégáid vajon ezt hogy nézik? Nem kaptam negatív kritikát. Amikor gondolkodtam, hogy elvállalhatom-e ezt a műsort, akkor ez volt az egyik legnagyobb aggályom, hogy vajon összeegyeztethető-e ez a munkámmal, hogy a 7000 mentő dolgozó országszerte áldozatos munkát végez nehéz körülmények között, a szóvivőjük pedig szombat este itt táncol a pódiumon. Azért lássuk be, hogy ez azért nem biztos, hogy elsőre összefér egymással. De aztán úgy gondoltam, hogy azért, ha ezt én tisztességesen igyekszem véghez vinni, hogyha valódi teljesítményt próbálok nyújtani, akkor nem lesz okuk szégyenkezni. Remélem, hogy most ők is így érzik, hogy amit tudtam, megtettem, hát egyre volt tehetségem. Kitti és a te ismerőseid, gondolom, hát nyilván te sem kapsz negatív kritikát, de hát jól szórakozna. Igen, abszolút pozitív minden visszajelzés. A hihetetlen munka, amit belefektettünk mind a ketten, az is elnyerte az úgymond az elismerést mindenkinek a szemében, és hát ezennel visszaadom őt a mentőknek, hivatalosan is. Igen, nem örülünk, ha munkád van, de akkor most már ott fogunk látni Pali Kitti. Köszönjük szépen, sziasztok!